nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Én úgy gondolom, hogy bárkit is kapunk, ugye egy-egy mérkőzésen dől el az, hogy ki fog tovább menni. Az igazság, hogy ilyenkor már nem lehet hezitálni, nem lehet számolgatni. Akit megkapunk, 100%-osan kell nekik menni, oda visszavágó, ugye egy mérkőzés eldönthet bármit. Hogyha egy mérkőzésen bebetlizik egy csapat, bebetlizhetünk mi is, akkor vége lehet ennek az egésznek, úgyhogy 100%-osan oda kell figyelni erre a két mérkőzésre. Szerintem sok mindenki örülne annak, hogyha Szeged, Veszprém-Szeged BL mérkőzés lenne. Szerintem nem csak rajtam kívül, szerintem nagyon-nagyon sokan örülnének ennek. Én szerintem azért ez egy jó dolog lenne, hogy a BL-ben két magyar csapat egymás ellen játszana. Én nem örülnék neki személy szerint. Az maradjon a bajnokságra egy Szeged-Veszprém rangadó. A BL-ben játszunk inkább egy nemzetközi csapattal. De meg erősségre is úgy gondolom, hogy a Veszprémnél kaphatunk gyengébe ellenfelt is egyértelműen, aki ellen esetleg tenne esélyünk is. Hát azt gondolom, hogy eddig se kívánság lista volt a csoportok beosztása. Ez a három negyedik helyezett a csoportokban, mind a Szegedes, a Szilkeborg, illetve a Leon, azt gondolom, hogy mind a három csapat nagyon nehéz feladat lenne, illetve nehéz lenne rajtuk túljutni. Nagyon erős kézabdát képvisel mind a három csapat, hogyha úgy hozza a sors, hogy Szeged, akkor úgy hozza a sors, hogy Szeged, természetesen szeretnénk rajtuk továbbjutni. Biztos, hogy nagyon nehéz mérkőzést játszanánk velük, talán az egyik legnehezebbet, én úgy gondolom, mivel nagyon jól ismeri egymást a két csapat, nagy meglepetést nem tudnánk egymásnak okozni. Mind a kettő ugye szinte hazai pályán játszana, sőt hazai pályán játszanánk, úgyhogy én megmondom össze, hogy nem szeretnék a Szegeddel összekerülni. A fiúkkal talán a kijátszéről beszéltünk, minden csapatból bombaerősít már, talán a kijátsza lehet, akiket hazai pálya meg lehet fogni, esetleg egy továbbjutás is benne lehet. Nyilván nem mi lennünk az esélyesek, de hát mi mindent megtennénk érte. Tippelj, totózz és játsz a 63.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.